Sziasztok, kedves diákok! Még mindig, ahogy eddig is, gondolunk rátok, hiányoztok nekünk, itt vagytok a szívünkben, és ezért dolgozgattunk és ötletelünk, hogy milyen témákat hozzunk, ami nektek hasznos lehet az érettségire. A mai angol órára egy olyan témát hoztam, amiről eddig még itt nem beszéltünk, ez az íráskészség. Az íráskészség fejlesztést. Nem valami népszerű téma. Ez az egyik, hát szerintem legnehezebben fejleszthető, de ha sokat foglalkozunk vele, jó ötletekkel gyakorlunk, akkor szép eredményeket lehet elérni. Az érettségim, az íráskészség keretén belül kapsz 60 percet arra, hogy megírjál két fogalmazást. Hát ez azért rövid idő. Hogyan lehet ennyi idő alatt két olyan fogalmazást megírni, amivel olyan pontszámot fogsz elérni, hogy na, az aztán tényleg jó lesz, nem rontod le az addig elért jó eredményedet. Hát nézzünk egy-két jó ötletet ezzel kapcsolatban. Először is mit fogunk értékelni? Mit fognak értékelni a fogalmazásodon? Felolvasom. Ha megengeditek a telefonomról, mert nem tudom kívülről, pedig tudnom kéne, mert sokat javítottam már, de... Oké. Feladat teljesítése a megadott szempontok követése. Erre 6 pontot kapsz. Na ez mit jelent? Ugyebár, ha megnyitsz most egy érettségi feladatlapot, bármelyiket, akkor ott látod alatta, hogy van körülbelül 4 pont, amiben összeszedik, hogy miről írjál. Például kapsz egy problémás levelet, írd meg, hogy mit gondolsz arról, hogy ez tényleg egy probléma-e, írd bele, hogy veled volt-e már ilyen, szóljon-e a szüleinek, és negyedik, szerinted mi lesz ebből az egészből egy év múlva. Most egy példát mondtam. Mind a 4-et meg kell említened a leveledben. És az sem elég, hogy egy mondatban megemlíted, aztán mész tovább, mert az is számít, hogy kellő arányban írtál-e róluk. Tehát, hogyha az egyikről csak egy mondatot írsz, a többiről meg két bekezdést, ott akkor nincs arányban a kettő. Tehát, hogy megfelelően ki kell fejteni, amiket ezekről a dolgokról gondolsz, ezekről a pontokról. Hang nem, az olvasóban keltett benyomás. Na, ez mi? Kérlek szépen, ez az, hogy ha hivatalos levelet kell írnod, akkor tudsz-e úgy fogalmazni, ahogy egy hivatalos levélben illik. Ha pedig egy baráti levél, akkor pedig nyilván ne a hivatalos formulákat használd. Erre 2 pontot lehet szerezni. Szerezzünk 2 pontot. Szövegalkotás. Mindenki tudja. Aki nem, az most megtudja, de az is emlékszik rá angol óráról, szövegalkotás. Bekezdések. Használj bekezdéseket. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, és nagyon sokszor kapjuk vissza úgy a fogalmazásokat, hogy egy ilyen tömb. Hát, légy szíves, használj bekezdéseket. Ez nem olyan nehéz. Tehát, amikor egy új gondolatot nyitsz meg, akkor tabulálod a sort, egyel beljebb kezded el, vagy még egyszerűbb, hagyj ki egy sort. És kész, és akkor én látom, hogy ez egy új bekezdés. Ez ennyire egyszerű. A szövegalkotáshoz tartozik még a különböző linking words használata. Tehát most oké, firstly, secondly, de ezt se kell túlzásba vinni. Oké, ilyenek, hogy in conclusion, moreover, therefore. Persze az is fontos, hogy ha használsz ilyen szavakat, hogy jól használd őket, olyan helyen használd, ahol az tényleg értelmes. Ehhez sokat kell gyakorolni. Szókincs, kifejezés, mód. Középszintű érettségi vizsga az egy B1-es szintnek megfelelő vizsga. Tehát az nem lesz elég, hogyha te egy ilyen... Tehát alig teszel bele úgy igazán szókincset, tök egyszerű az egész, lehet, hogy nincs benne hiba, de nagyon egyszerű szavakat használsz, akkor az nem egy B1-es szintű levél. Tehát akkor levonhatunk a szókincsetből. Tehát azért, aki 4 évet járt gimnáziumba, annak azért kell, hogy legyen egy B1-es szintű szókincse, és fontos az is, hogy ne az instrukciókban olvasott szavakat, mondatrészeket ismételgesd és emeld át a fogalmazásodba, hanem legyenek önálló ötleteid. Nyilván ennél a résznél lehet szótárt használni,
De nagyon vigyázzatok, mert nincsen idő minden szót kinézni a szótárból, rettenetesen elmegy az idő vele, és emlékezz rá, hogy neked még kell írnod egy, hát jó esetben, egy piszkozatot, amit át kell másolnod, és ha letelik a 60 perc, akkor tollat le kell tenni, és be kell adnod. Tehát a szótározással is azért óvatosan. Nyelvhelyesség és helyesírás. B1-es szintről beszéltünk, ugyebár, tehát ha most csak sima jelen időt raksz bele, és azt is hibásan, vagy egyszerű mondatokat használsz, alany, állítmány, tárgy, vagy határozó, telerakod egyszerű mondatokkal a fogalmazásodat, lehet, hogy nincs benne hiba, de ez, bocsássatok meg, ez nem egy B1-es szint. Tehát azért ezen a szinten már tudni kell használni múltidőt, feltételes módot azért, legalább egy first conditional, second conditional. Illik használni összetett mondatokat. Oké? Helyes írás. Hát, nem, ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Itt a nyelvhelyesség helyes írásnál megemlíteném azt, hogy nagyon sok tanuló, ugyebár a jelen idő, a egyes szám, többes szám szintjén is elkövet olyan alapvető nyelvtani hibákat, amikről én tudom, hogy te tudod, hogy tanultad. És tudom azt is, hogyha újraolvasnád a saját leveledet, akkor bizony rájönnél és azonnal kijavítanád, de hát amit beadsz, nekem azt kell értékelnem. Ezért tudatosítsd magadba, hogy mi az az egyes szám, mi az a többes szám, tipikus hibák. Person, people. A people az már többes szám, jó? Tehát nem kell hozzátenni azt, hogy peoples. Egyébként az meg már azt jelenti, hogy népek, de az sok esetben nem is illik bele abba a szövegbe, amiről te írsz, tehát people, oké? Okay? És ha ez egy többes szám, akkor nem írhatod azt, hogy people hasn't, people doesn't, mert people have, people do, people haven't, people don't, oké? Okay? Másik nagyon tipikus hiba, child, children, oké? Okay? Child az a gyerek, és children a többes szám. Ne írd azt, hogy children's. Magyarul sem mondjuk azt, hogy gyerekekek. Jó? Tehát ne, légy szíves, ne. Jó, tehát magyarán gyorsan fúsd át újra a szöveget, amit írtál, és ezeket az alaphibákat gyorsan javítsd ki. Oké. Okay. Ezekből adódik, ugye szókincsre kapsz 5 pontot, nyelvhelyességre szintén 5 pontot, hogyha jól használod. Oké. Okay. Én amikor az angol órákon íráskészséget tanítok, akkor angolul beszélek első körben, tehát most is átváltok angolra. Oké. Okay. Writing, learning to write. When you have to write a text, It's a very big challenge. It's not an easy task. And what I always want my students to do is write a plan. Write a plan of what you're going to write. Of course, at the final exam, you have 60 minutes for two writings, very short time, and you don't have too much time to prepare the task, but writing a short outline can be always very useful for you, okay? I think it's a very good idea just to look for vocabulary, nice vocabulary, vocabulary that makes a good impression on your teacher and anyway sounds nice in your writing. And you have to make a list of different ideas that can that you can connect with the prompts that are given in the instruction. So quite quickly, you write an outline for yourself. If you write a draft that you would like to copy afterwards, make sure that you write it very quickly and you can copy very quickly. And at the same time, you have to be very careful with your handwriting, okay? Because the teacher must be able to read it. Okay, nice. So prepare an outline, okay? That will help you keep to what you want to write. Okay, I talked to you about typical mistakes, and now let's see an example of an essay, of a letter. I chose 2019 final exam writing task, okay?
If you have a look at 2019 May, there's a letter. There's a letter of a problem. Hi everyone, I believe it's time for me to open up. Okay. I skip some part of the text. I want to get an English major and teach English literature to elementary school children across the USA. All my life, I have heard kids complain that they hate reading. Those are the kids I want to reach out to. I want to make America literate again. The only problem is that all my family and friends say that the last career I should choose is a teacher's. They say that a teacher should be hardworking and patient, whereas I'm lazy and moody. Do you agree that these are the most important personality traits of a teacher? As simple as that. I'd like to know what you think. Okay, this is the letter, you read it. And you have to react to this letter. Write a comment of 100, 120 words to Benjamin's post, including the following. So again, your letter must be about 100, 120 words long. Four things to include: what you think of his plans for the future, how important you think the two qualities of a teacher mentioned in the post are, if you think Benjamin would make a good teacher, if you think Benjamin should choose a different career, why and why not. Okay, and you begin your comment like Benjamin. And now let's see a letter that I wrote. I tried to imitate some terrible mistakes. Let's have a look together, okay? So, Benjamin. First of all, we need a comma here. Benjamin. The first sentence is already terrible. It's not I writing, it's I am writing, okay? I'm writing to you because I read your post on the internet. Here, if you write because I read, I accept because this is a comment, this is not a formal letter, but if you write a formal letter, you have to write because, okay? Or other words meaning the same. The next sentence, well, it's better to say I am surprised or I was surprised. You don't need at what, it's so Hungarian, it sounds so Hungarian. Instead of this, you should say, I am surprised to see what you wrote, I'm surprised to see what you wrote. Sorry, I crossed out what, but we need what, okay? What you wrote, and I want to tell you my opinion. Well, I would like to tell you about my opinion. I want to share with you my thoughts. Sounds more English. First of all, your plan for the future is really good. I didn't correct here the word good, but it's very simplistic. You should use a nicer synonym. Okay, the next sentence. Well, you never say something like this, a teacher is a nice job. Being a teacher is a nice profession. Teaching is a nice job, it's a nice profession. It sounds better. The two qualities mentioned in the post are very important, I think so. Ooh, here. I can immediately recognize that you copied quite a long part of a sentence from the instructions. Don't do it. You need to use different words. And you don't say, I think so, here in such a sentence. The two qualities mentioned in the post are very important, in my opinion. Or you can put this at the beginning. To my mind, the two qualities you mention are important. But you never put in the sentence, I think so, at the end. I think so can be an answer in a conversation. Okay, let's get on. You would be a very good teacher because you want to... Here again, that the children love reading, it doesn't sound nice here. And we don't say that in English, okay? You want to make children love reading. And then I get on writing something like, I also want that the children love reading. It's a mistake because it's a repetition. It doesn't, if you repeat the same thought word by word, it really doesn't sound nice in your essay, in your letter either. And then my letter goes on like, I also want that the children love reading because my little brother, let's see here, my little brother, come on guys, my little brother is a he, okay? You don't say don't.
He doesn't. Read anything. My mother tried to sit down with him, but he prefers video games. They many times have robes and well, many times it's not at a good place. There's a problem of word order here. They have robes many times, and still my little brother doesn't wanna read. Well, wanna is something that you use when you speak. If you write it here, fine, because it's a comment, but it's nicer to write, he doesn't want to read, and I hate the situation. It's not just the grammar mistakes here that I would like to draw your attention to, but also look at this, these last couple of lines here. I start to talk about my little brother and my mother and stuff, which is irrelevant information. It's not mentioned in the instructions. You are not supposed to write about these things, okay? Completely irrelevant. What's more, you use a lot of space writing about it. Don't do that, okay? It's a mistake. Now, I didn't finish the letter, but I think I could explain to you a lot of typical mistakes that students make at this type of exam. What I think is a good idea is that you write a lot of texts, and you can use peer correction. You can ask a friend who is also ambitious preparing to the exam. You can write final exam letters, send it to each other, and correct for each other. Such a great help, okay? And it's also a good idea to use Write and Improve, an application. You put your essay, you upload your essay there, and you will be shown your mistakes, and it's also if whenever you get feedback, it makes you develop. Okay, thank you very much for your attention, guys. I wish you good luck with preparing for the final exam. See you next time. Goodbye.